Köszönjük szépen! Szólítanám Szabolcs Attila képviselő úrat, koszorúját helyezzék el. A profosz koszorúját, hát jönnek, ez a szomorú. A 22. kerületre állok. Köszönöm szépen! Kérném a politikai foglyok szövetségétől, nem, a Lengyel János úr nem koszorúzott. Jó, helyette köszönjük szépen Attilának a koszorúzást. Lauzál Művelődési Központ koszorúját Gazdik István, úgy tudom itt van, helyezze el. Nincs? Nincs. Közművelődési, Lauzál Közművelődési Központ. Majd a történelmi vitézi rend képviseletében kérném, helyezzék el a képviseletükben koszorúját. Köszönjük szépen! A szórakésznek a koszorúját Rendszer Erzsébet képviselőasszony. Persze. Meg is kell nyomni, vagy? Köszönjük a szórakésznek. Az 56-os szövetség koszorúját kérném Légi Pál elnök úr. Köszönjük. És Pintér Jolán koszorúját helyezze el. Köszönöm szépen! Megkapom én 4 polgári körnek a koszorúzási létét. Nem tudom, hogy itt vannak-e, mert nem jelentkeztek. Itt vannak. Itt vannak. Akkor Nagytétényi polgári kör, a Budatétényi polgári kör, a Baráti Körök Egyesülete, így sorba, a képviselőit kérem akkor. Baros Gábor telepi polgári igen, kört, mondd meg, légy szíves. És van még egy polgári kör, Baros Gábor telepi polgári kör.
Köszönjük szépen. A 22. kerületi politikai foglyok szövetségének elnöksége, vagy tagjai, kérném, helyezzék el a koszorújukat. Köszönöm szépen! Tisztelt vendégeink, meghívottak, esetleg aki még virágot szeretné elhelyezni, azt most tegye meg. Meghúzom. Én meghúzom? Meghúzom én. Nem? Jó. Köszönöm szépen a koszorúzást és a virág elhelyezést, és akkor még befejezés előtt énekeljük el a szózatot befejezésre, és a szózat után szeretett vendégségre hívunk mindenkit, itt a templom parókián, hogy szeretettel várjuk itt szerény állófogadásra. Kérjünk szépen! Köszönöm. Szeretettel várunk mindenkit a vendégségre, a vendégek fogadását. Köszönjük a kerület vezetőinek a jelenlétét, és hogy így biztosították számunkra azt, hogy
tudjuk rendezni. Jól számolni. Köszönjük szépen! Köszönjük.